műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép jó estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Innováció, megújulás a 21. század világának kulcsszava mindenképpen. Éppen ezért örömteli számunkra, hogy egy székesfehérvári mestercukrász, Damnicki Balázs nyerte el a Magyar Édességgyártók Szövetségének 2022. évi innovációs díját. Vendégem pedig Damnicki Balázs. Szervusz! Szervusz! Üdvözöllek! Nem lehet kétséges, hogy számodra is ez egy kulcs szó, az innováció mindenképpen, ha a szakmai pályafutásodat nézzük, de hogy megértsük, hogy miért is ez rendkívül fontos ez, annak tükrében természetesen, hogy ugye nagyon is jól tudjuk, emlékszünk a somlói revolúcióra, hiszen az év tortája volt, aztán zöldséges fagyik, az évfagylaltja versenyen gyakran nyertek, és ez mind-mind a megújulásnak köszönhető, de hogy az indítatás milyen volt, az viszont nagyon-nagyon fontos. Miért választottad például ezt a hivatást? Hiszen ez egy kulcspillanat egy fiatal életében. Én már 14 éves koromban, amikor a felvételit megírtam annak idején, konkrétan tudtam, hogy ez akarok lenni. A jelentkezési lapot, amikor be kellett adni a felvételinél, én egyetlen egy szakmát jelöltem meg rajta, a cukrászt. Én akkor már konkrétan tudtam, semmi mást. Még az osztályfőnököm kérdezte is tőlem, hogy biztos nem akarok beírni mást? Mondtam, hogy nem, én ez akarok lenni, és biztos vagyok benne, hogy oda föl fognak venni. Egyébként az egész onnan indult, hogy az én nagyanyám, Nefelecs utcában, tehát felsővárosi parasztasszony volt, ugye az háztartásbeli úgy mondták régen, tehát otthon volt a mama, és minden nap főtétel volt, és volt minden nap, de hetente legalább 3-4 alkalommal mindig volt sütemény. És én ott rengeteget segítettem neki, ott voltam a keze alatt, sertepert éltem, és szerintem onnan indult ez az egész. Arról nem beszélve, ugye, hogy édesapád élelmiszermérnökként dolgozott. Tehát de más területen. Más területen, de akkor is, tehát bizonyos értelemben az indítatásnak ez is jó volt. Igen, édesapám élelmiszermérnökként végzett takarmány és gabonaipari vonalon, és hát az élet furcsa fintora, hogy miután én itt ugye a cukrászi iskolát, a szakmunkásképzőt elvégeztem, és a József Attila gimnáziumban leérettségiztem, utána a Corvinuson kötöttem ki szintén élelmiszermérnökként, annyi különbséggel, hogy sütő- és édesipari szakon végeztem utána. Mi mindent lehetett megtanulni, hiszen te mindenképpen nem szakmaként, de hivatásként tekintettél, tehát volt egy határozott jövőképed. Mi mindent lehetett megtanulni a Corvinuson? Annak idején, érettség után elgondolkodtam, hogy milyen irányba tanuljak, hogyha szeretnék még tehát egy főiskolát, egy diplomát szerezni. Két lehetőség volt, vagy vendéglátóipari főiskola. Azt én úgy gondoltam, hogy az inkább a szakácsok, vagy az éttermeseknek, illetve a szállodásoknak jó. Az a világ engem annyira nem vonzott. A másik oldal viszont, hogyha bele akarunk mélyedni az anyagokba, tehát hogy egy cukrász tudja, hogy kell egy süteményt elkészíteni, de azt, hogy miből van, tehát akár kémiai szinten, hogy miből van és hogyan működik, azt viszont nem tanulják. Engem meg érdekelt a miért, a hogyan. Tehát a cukrászipar mikéntje? Igen, igen. Tehát amikor azt mondod, tehát egy cukrász odáig eljut, hogy tudja használni magabiztosan az anyagokat, összekever valamit valamivel, elkészít belőle egy terméket, de azt, hogy az miért áll össze, mi történik, milyen kémiai folyamatok zajlanak le ebbe az anyagban, tehát a süteményben, arról nem tudnak semmit. Voltak olyan mestereid, akik hatással voltak a jelenlegi tevékenységedre is? A cukrászati fronton, vagy főiskolában? Igen, a cukrászati. Több. Sok ember, hát ugye Székesfehérváron, amikor itt még tanultam, annak idején a Fővenyi Laci bácsi volt az oktatónk, a cukrász oktatónk. Tőle, hát egyértelmű, ugye a maga a cukrász szakmát tőle tanultam, de aztán van egy pont, amikor azt az alapokat az ember kinövi, akkor muszáj olyan tanfolyamoknak, képzéseknek utána nyúlni, amit már lehet, hogy itthon nem találod meg. Tehát ezért például egy fagylatkészítéshez, tehát egy 300 oldalas tankönyvben 15 oldal van a fagylaltról, tehát nagyon-nagyon kevés.
És már pedig ez kulcskérdés. Rettenetesen fontos. Tehát a cukrászatnak gyakorlatilag a tevékenységének az 50%-át a fagylalt készítés adja. Hát ugye nyár, tehát tavasztól őszig a legfontosabb termékünk, és ősztől tavaszig ugye a sütemény. Na most abban az időszakban, amikor fagylaltot készítünk, tehát két lehetőség van, vagy utána nézel annak, hogy hol lehet ezt megtanulni a legjobban, vagy pedig belemész abba a megoldásba, amit a legtöbben használnak, hogy megveszed ezeket a félkész termékeket, porokat, és akkor azokat összekevered, amit a gyártó javasol rá. Te is így kezdted? A 90-es években igen, akkor mi is csináltuk, sőt, klasszikusan porfagylalttal kezdtünk, akkor az számított a legjobb technikának. A porfagylalt, aztán a 90-es évek elején, közepén jöttek ezek Olaszországból ezek a fagylalt sűrítmények, félkész termékek. Egy pár évig használtuk, de én kiszerettem belőle, megmondom őszintén. Tehát ahogy a főiskolát elkezdtem, és ugye elkezdtem tanulni ezekről az anyagokról, hogy mit használunk, mi az, amit lehet, amit szabad, mi az, ami erkölcsös használni, akkor igazándiból inkább ösztönszerűen csináltam ezeket a dolgokat, amit egyébként úgy néz ki, hogy az élet most már lassanként visszaigazol, mert ugye egyre többen fordulnak abba az irányba, hogy természetes anyagokat használnak. Mikor jött el számotokra ez a pillanat, amikor egyszerűen azt mondtad, hogy elutasítottad, ugye margarinról majd fogunk beszélni meg a többiről, amikor azt mondtad, hogy teljes egészében meg kell újulni ahhoz, hogy a Damnicki cukrászda, és általában az a fagylalt, amit ott nálatok vásárolnak meg egyre többen, az egyedi legyen, olyan legyen, ahogy te megálmodtad. Meg is mondom pontosan a dátumot, 2012. augusztus. Ez konkrétan úgy történt, hogy Balatonon, Siófokon, egy hétfő délelőtt, amikor a pihenőnapunk volt, családdal, akkor még csak a nagyobbik fiam volt meg, sétáltunk a Petőfi sétányon, és az egyik fagyizóban megálltunk, és a fiam mit kért? Tipikusan, mint minden gyerek, hupikék, törpikéket. Ugyanazt a fagylatot egyébként tegyük hozzá, mi is árultuk annak idején, és odaszaladt a pulthoz, kért egy gombóc hupikék törpikéket, már hogy ő az milyen jól néz ki, hogy ilyen kékszínű, és utána, amikor nyalta, mutatta a nyelvét, hogy milyen kék lett. És akkor elkezdtem gondolkodni rajta, mondom, ez nem normális dolog, hogy egy 5 éves gyerek, tehát kemikáliát eszik és festéket, amit utána néztem utána az anyagnak, hogy a hiperaktivitást okoz, ezt okoz, azt okoz, és néztem, hogy nálunk is ott volt a polcon ez a termék. És akkor ott jártunk, ez augusztus közepe vége volt, és akkor hát megmondom őszintén, elszégyeltem magam. És akkor azt mondtam, hogy a következő évi előrendelést már nem is adtam le. A gyártók, ezek akik ezeket a sűrítményeket árulják, kérdezték is, hogy mi a bajom a termékkel, és mondtam, hogy nincs bajom velük, csak én úgy döntöttem, hogy én ezt a fajta fagylaltkészítést abba hagyom, és utána nézek, hogy lehet úgy fagylaltot készíteni, hogy ízben fel tudja venni ezekkel az ipari termékekkel a versenyt, mert azért ezt tegyük hozzá, ezek nagyon jó ízeket tudnak csinálni, mert nagyon raffinált anyagokból vannak összerakva. De az akkori tradicionális magyar fagylaltreceptek erre nem voltak alkalmasak. Úgyhogy ahhoz, hogy megtanuljam, hogy kell jó fagylaltot készíteni, az el kellett mennem Olaszországba, és az ottani bolonyai fagylaltmesterektől kellett ezt megtanulnom. Megtanították egyszerűen kémiai szinten kiszámítani a fagylaltnak az összetételét, tehát a zsír, a cukor, a szárazanyag tartalma, tehát hogy mindent összességében, a savakat, hogy működnek, és ezzel egybevágólag én pont akkor jártam a főiskolára, úgyhogy a gyakorlati tudás és az elméleti tudás két oldalról egyszerre találkozott. Úgyhogy 2013 tavaszán szinte mondhatom azt, hogy teljes szortiment elkészült, amivel annak idején elindultunk, és hát 2013-ban pont ennek a tudásnak a felhasználásával gyakorlatilag mindjárt első blikre meg is nyertük a vörösboros mána fagylaltunkkal az év fagylaltja versenyt, úgy, hogy semmiféle kemikália, színező, festék, aroma, semmi nem volt benne. Ez áttörést jelentett, de nyilvánvaló, hogy meg kellett tanulni, hogy minden fagylalt így készüljön. Ez egyébként a fogyasztókat miként érintette? Ők észlelték a különbséget? Észlelték, és nagyon érdekes, mert hogy milyen pszichikai hatása van ezeknek a dolgoknak, hogy amikor tavasszal bevezettük a fagylaltot, akkor nagyon sok elutasítást kaptam miatta.
Mert ugye akkor már ugye köztudatban ben voltak ezekkel az aromával, meg habosítóanyagokkal készült fagylatok, nálunk meg hirtelen tömörebb lett és sötétebb lett a fagylat, mert nem volt habosítva. És megkaptam a vendégektől, hogy miért kicsi a gombóc, és akkor mindenkinek el kellett magyarázni, hogy azért kicsi, mert nincs felfújva. És ott láttam, hogy a vendégek hiszik is, meg nem is, hogy biztos csak össze-vissza beszélek, és tehát akkor egy nagyon nagy löketet adott, hogy megnyertük a versenyt, és akkor egy ilyen verseny megnyerése segít ezen a holdponton átbillenni, mert akkor valahogy ezek az eredmények igazolják azt, vagy segítenek igazolni, hogy mégiscsak jó úton haladunk, és elfogadták a vendégek. Ez a mai napig így van egyébként, hogy folyamatosan, még a mai napig is folyamatosan fejlesztjük a fajlatokat, mert mindig látok benne hibát. Tehát a Gelato University-n megtanultak, azok igen, elkísérnek a máig, és folyamatosan, és ez, de ugyanakkor ez a folyamatos fejlődés záloga. Abszolút, abszolút. Egyébként tehát ott is, illetve van, most egyébként érdekes, mert ugye eddig el kellett menni Bolognáig azért, hogy megtanuljuk ezeket a dolgokat. Ilyen egyhetes, kéthetes kurzusok voltak, képzések, amikben részt kellett venni. Most viszont akár Covid-nak köszönhetően nagyon sok olyan kurzus van, amit online meg lehet csinálni. És ez minden fagylatra vonatkozik egyébként? Tehát ez a receptúra? Nem. Gyakorlatilag minden fagylat más. Ugye például egy gyümölcs esetében, ha elkezdünk szétszedni mondjuk egy gyümölcsöt, hogy miből áll össze egy gyümölcs, akkor ugye leegyszerűsítjük, hogy vannak benne savak, vannak benne cukrok, rost, és a többi, és elkezdtem szétszedni a receptúrákat, és megnézni, hogy miért van az, hogy úgy azonos cukortartalmú gyümölcsnél az egyik gyümölcs így viselkedik, a másik úgy, és ahhoz viszont a mezőgazdász könyvkiadónak a gyümölcs termesztéssel kapcsolatos könyveit vettem elő, ugye én nem vagyok mezőgazdász, de ahhoz viszont kellett hozzá, hogy egyszerűen meg tudjam nézni, hogy gyakorlatilag a cukrokon belül is milyen cukrok vannak. És hát én is megdöbbenve tapasztaltam, mert eddig csak simán gyümölcscukorral számoltam, hogy egy átlag gyümölcsön belül 12-13 fajta cukor is van. Mm-hmm. Tehát szorbit, mannit, talulóz, tannit, szaharóz, glükóz, fruktóz, rengeteg fajta cukor létezik benne, és azért van, hogy ha valamit elkészítünk, adott terméknél a másiknál nem feltétlenül lesz ugyanolyan. Tehát azért a tradicionális sikerízek megmaradtak mindenképpen, mármint az új technológiával is. Igen. Ugyanakkor számos különlegességet kínálsz. Mennyire szokták meg ezeket a különlegességeket a mostani, azt mondjuk, hogy a Z-generáció? Hát én inkább azt mondom, hogy nem is a Z-generáció, hanem inkább a 30-as, 40-es korosztály, aki a legnyitottabb ezekre az ízekre. A fiatalok, a Z-generációt, a 18-tól a 25-30-ig bezárogat értjük. Tehát ez a fiatal korosztály inkább még először a junk foodot fogyasztja. Tehát inkább ezt a tömegélelmiszert, ezt a tucat holmit, amit divatos, a színeset. Tehát ők azok, akik a hupikék törpikéket, az unikornis fagyit és ezeket keresik. Ami nálad nincs már. Ami nálunk nincs, igen, igen. Úgyhogy ez valamilyen szinten szelektálja is a vendégeket. Van, aki ezért szeret minket, van, aki nem. Én el tudom fogadni. Viszont általában a 30 éves kor körül érkezik el az az időpont, amikor az emberek már nem feltétlenül a külsőségeket keresik, hanem tehát ha kialakul egy igény rá, akkor egy idő után elkezdenek foglalkozni azzal, hogy hogy tudnak jó minőségi élelmiszert fogyasztani és vásárolni. Tehát különlegességeket készítesz, de ez és a jelzőszerkezet az nem bántó, de tömegfagylatot kell csinálni mindenképpen a különlegesetből is, ahhoz, hogy ez fogjon. Viszont hogy születnek meg az új ízesítések? Tehát van olyan kollégád, vagy teljes egészében a te munkád, a te gondolatsorod alapján készülnek az új fagyik? Én ezt nem merném rámondani, hogy mindent én találok ki, mert nem így van. Ugye nagyon sokszor van az, hogy inspirálódunk. Akár lehet, hogy pontosan egy másik cukrászdánál látunk valamit, vagy akár, de van olyan, hogy egy tábláscsokit látok meg akár külföldön, vagy egyszerűen meglátok egy gyümölcsöt egy piacon, és akkor megnézzük, hogy abból mit lehet kihozni. Van olyan, hogy elkészítünk egy új fagylatot, és akkor büszkék vagyunk rá, hogy akkor ezt most csináltunk valami újdonságot, és lehet, hogy a világ másik pontján már ezt már réges-rég valaki világos megcsinálta. Tehát a gasztronómiában olyat mondani, hogy valaki először csinált ilyet, vagy feltalálta, hát szerintem ez elég bátor mondás, mert nem tudjuk megnézni, hogy ez valóban így történt-e. Hogy születnek az új ízesítések ezen felül? Tehát most kitalálod és végigviszed, és utána kerül, vagy ez egy folyamat része?
A biztos alapok megvannak. Tehát ha mondjuk egy rétegzett fagylaltot készítünk, akkor sok esetben úgy van, hogy a már meglévő és bevált alapokhoz nyúlunk. Tehát mondjuk egy vanília alaphoz, utána egy kekszből ugye csinálunk mogyorósat, vaníliásat, csokoládésat. Ha mogyorót kicseréljük mondjuk mandulára, strukturálisan nem változik, meg valószínűleg működni fog más ízhatás. Tehát van mihez nyúlni. És akkor azokból az ember készít új dolgokat. Ugye a beszélgetésünk elején említettem a margarint. Igen. Te margarin ellenes vagy. Már mint a fagyinál továbbra is. De miért? Egyébként érdekes, mert a margarin gyártás is hála Istennek nagyon sokat változott. Tehát egy pár évvel ezelőtt, amikor jeleztem, hogy nem értek egyet a margarinnal, ugye akkor az volt a legnagyobb probléma, hogy hidrogénezett növényi zsíradékot használnak bennem. És nem tudom, mennyire menjünk bele a kémiájába ebbe, hogy mi a hidrogénezett zsíradék. De azért, hogy megértsem. Hát leegyszerűsítve a dolgot, a hidrogénezést két dolog miatt használják. Egyrészt az eltarthatósága hosszabb lesz a terméknek, tehát akár a margarinak, másrészt meg ezzel keményítő hatást érnek el. Tehát gyakorlatilag annyi történik, hogy felmelegítik 210-20 fokra az olajat, és nagy nyomáson hidrogéngázt vezetnek bele. Ez így elmondva, hogy magában nem egy olyan nagy dolognak tűnik, viszont egy olyan probléma van vele, hogy ezáltal ennek a terméknek meg fog emelkedni az olvadás pontja. Azt szoktam felhozni példának, hogyha mondjuk vajjal elkészítünk egy süteményt, és utána mosogatóban elmosogatunk, akkor utána az ember egy kivereti ugye, tehát a csapnak, tehát a maga a csapa, ugye kimossuk a mosogatótálcát, akkor a vaj egy pillanat alatt leolvad, viszont a margarin esetében van, amikor még suvickolni kell egy darabig, mert nem jön le. Az a baj a margarinnal, legalábbis a régi típusú margarinokkal, hogy ilyen 42-43 Celsius fok az olvadás pontjuk, és ezzel az a baj, hogy a gyomorban nincs 42 fok, magyarul lerakódik a beleken és a gyomornak a belső falán. Na most ezzel szemben a vaj 36-37 fokon olvad, az egyszerűen felszívódik teljes mértékben. Tehát egy olyan beavatkozást csinálnak a napraforgó olajjal, ami egyébként önmagában egy jó anyag lenne, hogy megerőszakolják az anyagot, és egy olyan anyagot hoznak belőle létre, ami a természetben nem fordul elő. De ez a technológia, amikor én még ezt annak idén szóvá tettem, akkor még ezen a módszerrel készült, viszont azóta, hála Istennek, az Európai Unióban sokat foglalkoztak vele, és ezeket a transzsírsavakat és egyebeket lecsökkentették, nagyon figyelnek rá, hogy ezek ne legyenek, úgyhogy nagyon sokat változott a margarin is egyébként. Megérkeztünk a késő őszhöz, tehát sütemények. Igen. Ugye szerintem Magyarországon mindenki tudja a Will Smith sztorit, mert hogy tehát a legendának süthettél süteményt, ezt nagyon kevesen mondhatják el a világon magukról, hiszen egy színész legendáról van szó. Ez hogy is történt? Hát a budapesti stúdiónak, vagy illetve ennek a koncertnek a szervezője keresett meg minket, hogy az akkori filmje, nem is volt a címe, jaj, segíts. Nem emlékszem. Egy ilyen kémes film volt, gyakorlatilag duplikált, klónozták, egy bérgyilkost alakított egyébként a Will Smith a filmben, és ennek a filmnek volt a bemutatója, illetve a forgatásnak bizonyos részei itt zajlott Magyarországon. És erre csináltak a Bazilika, Budapesten a Bazilika előtt, az 5. kerületben magán a téren egy rettenetes nagy koncertet, gyönyörűen meg volt csinálva, és ezt az egészet élőbe adta az amerikai és az európai MTV, tehát a Music Television. És úgy kérték tőlem, hogy tehát utánunk kérdeztek, hogy tudnék-e egy olyan tortát készíteni neki, ami erre az alkalomra méltó pompájában egy dísze lehetne gyakorlatilag a rendezvénynek. Annyira biztosra ment a tévéstúdió, mivel hogy ugye 65-70 kilométert kellett autóztatni a tortát, azt mondta, hogy kettő tortát rendelnek, és két külön autóval hozzuk, mert ha véletlenül baleset lenne, akkor az egyik torta legalább odaérjen. Ki is fizették egyébként mind a két tortát, ez darabja 400 szelet volt, hatalmas nagy torta volt, úgyhogy a két tárolót meg is töltötte teljes mértékben a torta. Ez a annak idején talán még emlékszel, voltak ezek a vára vehető rádiók, két kazettás magnó, nagy hangszórókkal, ez az amerikai filmekben a gettóban leszokták tenni, és akkor brékeltek mellette, meg kosaraztak ott a fiatalok, és a 80-as években ez egy szimbólum volt, ez a magnó.
Ezt a magnót készítettük egy gyakorlatilag két példányban. Egyébként az egyik lemezének a bemutató, hogy tehát a maga borítóján is szerepel ez a magnó, és ezt készítettük el torta formájában neki. Ez azt hiszem, hogy abszolút sikert aratott. Abszolút mértékben, igen, tehát a neten is fönn volt, a Facebookján, Instagramon meg volt neki osztva, igen. No, tehát ez egy siker, ugyanakkor a sikerhez az is kell, hogy legyenek alapok. Méghozzá a sütemények tekintetében ugyanolyan újításokat használsz, stb. Én nem azt mondom, hogy a süteménytrendeket kerülöd, mármint a cukrászda, de különlegességeket kínálsz. És ezt meg annyi siker is bizonyítja. Igyekszünk, így. Hát nem mondanám, hogy nem követem, mert persze, tehát olyan valamilyen szinten kell követni a trendeket, mert a trendek formálják ugye az ízlést, és hogyha valamit a vásárlók keresnek, akkor azt persze mindenképpen el kell készíteni. De amellett viszont továbbra is kitartok, hogy például a vörös bársony tortánk nem fog készülni. Egy időben divat volt, most nem annyira divat, de például kitartok mai napig az álláspontom mellett, hogy nem készítünk vörös bársonytortát, mert egyszerűen olyan mennyiségű festéket kell beletenni, hogy abnormálisnak tartom. És mindig meg szoktam mondani annak a vendégnek, hogy vagy készítünk helyette valami mást, vagy akkor válasszon másik cukrászdát, de nem fogjuk elkészíteni. Tehát megvan az alapsütemény keret, és ahhoz ragaszkodsz, és egy némi kiegészítéssel. Igen, alapvetően igen. Miként telt az időszak, hiszen sajnos meg kell érkezzünk egyik oldalról a pandémia, másik oldalról pedig az orosz-ukrán háború, a gazdasági válság is alaposan rányomta a bélyegét. Én azt hiszem, hogy minden gazdasági szektorra is így van ez a cukrászat. Így igaz. Mi is belecsöppentünk a sűrűjébe, tehát ugye márciusban ütött be a pandémia, előtte való hetekben pont azt néztük, leütünk a kollégákkal, és annyira szépen indult az év, tehát boldogok voltunk, és mondtuk, hogy hú, ha ez ilyen jól indul az év, akkor ez egy nagyon klasszul, tehát nagyon klassz évre számítottunk, és akkor egyik pillanatról másikra beütött a krach, és akkor azt mondták, hogy lezárás. Tehát egy vállalkozást rettenetesen nehezen tud érinteni az, amikor azt mondod, hogy egyik pillanatról másikra azt mondja, hogy le kell zárnod, úgyhogy gyakorlatilag nem tudtuk, hogy meddig fog tartani. A kollégák otthon maradtak, ugye mindenkinek a bérét fizetni kellett, teljes mértékben akkor a gáz, villanyszámlák ugyanúgy jöttek, viszont a lezárás miatt, ugye mivel be kellett fizikailag zárni az üzletet, a forgalmunk az beesett a tizedére. Viszont amire nagyon büszke vagyok, és rettenetesen jól esett, hogy van egy olyan törzsvásárló körünk, akik hívogattak telefonon, úgyhogy mondták, hogy ők nem tudnak meglenni Damlinszki fagylalt nélkül. Jöttek a telefonok, úgyhogy készítettünk a műhelyben fagylaltot, és akkor ugye elindult az, hogy ki lehetett adni, úgyhogy dobozos fagylaltok készítéséből próbáltuk valamilyen szinten foltozni annak idején ezeket a lukakat, de hát persze nem lehetett megoldani, de nagyon-nagyon jól eső érzés volt, hogy a vendégeink, a kemény maga, törzsmag az annyira lojális és hűséges volt hozzánk, hogy amikor baj volt, akkor is kerestek minket, és ez nagyon-nagyon jól esett annak idején. Véget ért a pandémia, jött az orosz-ukrán háború, inputanyagok drasztikus drágulása, az áram, és a többi, nem is sorolom. Ez miként érinti a cukrászatot? Hát, amit említettem is, tehát ez úgy néz ki, hogy 2 évvel ezelőtt egy kiló mána 950 forint környékén volt, tehát mána gríz, ez fölment 3200 forintra. Tehát több mint háromszorosára, majdnem 3,5-szeresére. Most úgy néz ki, hogy van egy pici visszarendeződés, most bement 2400 forint környékére, de ez meg kell venni egy tonnát belőle. Tehát ilyen számokról beszélünk, és ezzel az a bökkenő, hogy ezt a 2,5-3-szoros áremelést, ezt valahol bele kellene építeni az árakba. Na most, hát nagyon durva lenne, hogyha 2,5-3-szoros áron adnánk a süteményt, viszont ha az ember nem emeli meg, akkor viszont a haszonkulcs lecsökkenik, és nem tudjuk, hogy még hol van a vége. Ugyanígy az energiaárakra, de gondolom, hogy már úgyis nagyon sokan elmondták. Nálunk is ugyanígy van, a 27 forintos kilowattonkénti áram, az most felment 138 forint. Tehát 5-szörös árakon kapjuk most a villanyt. Borzasztó néz ki fizetni. Igen, most ez a realitás. Nagyon sajnálom egyébként, hogy egy ilyen sikersztorit ilyen értelemben így kell befejeznünk, mert én azt gondolom, hogy Székesfehérvár egészben, és nem csak azok, akik egyébként is Damlinszki fanok, büszkék arra, amit elértél, és el fogsz érni ezen túl is a munkatársaiddal együtt, hanem mindannyian. Milyen jövőképünk van? Hát
Az idei év, ez egy fogösszeszorítással, ez egy ki kell bírni év lesz. Én abban bízok, hogy a következő év jó lesz. Nagyon remélem, tehát ezzel kalkulálunk, megyünk tovább, túléljük, aztán csináljuk. Ez még egy kemény év lesz, de tehát ötletek vannak, tervek vannak, tehát ami beruházást, meg felújításokat akartunk csinálni, ugye az most az elmúlt két és fél évben azok elmaradtak. Következő évet várjuk meg, és akkor reméljük, akkor elindul rendesen megint minden, és akkor tudunk rendesen akkor új dolgokkal foglalkozni. Történjék így, jó munkát, lesz dolgotok bőven, nincs kétségem felőle, és nekünk is, hiszen azért megyünk, amikor lehetséges. Köszönöm, hogy megtiszteltél, és további nagyon sok sikert kívánok neked, lehettem. Munkatársaidnak, családodnak, mindenkinek. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták, vendégem Damnéczky Balázs, mestercukrász volt. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.